nézői felvétel a 2011-es Edda koncertről, amely az utolsó előtti Zsindelyes Pálinka Fesztivál záró programja volt. Közel 10 év után újraélesztik a programot, mert idén 30 éve, hogy Pap József a minőségi pálinka előállítással foglalkozik, és 20 éve, hogy Európai Uniós védettsége és európai nemzeti értékkel is rendelkezik az újfehértói megy pálinka. Van két dátum, 30 és 20 év, és igazából ez adta az apropóját, hogy valamilyen formában meg kellene ünnepelni. Aztán a kezdeti, hogy is fogalmazom, a gondolatokat mindig fűztük tovább, és akkor így kerekedett ki, hogy meg kellene a Zsindelyes Fesztivált újra rendezni. A Zsindelyes Kátics területe azonban teljesen beépült, már nem maradt hely egy ilyen nagyszabású rendezvény megtartására. A legutóbbi fesztiválon is 15 000 látogatót fogadtak. Így egy új helyszínt kellett keresni, a választás pedig a Sóstói Múzeumfalura esett. Sokkal szélesebb körben, sokkal több eszközzel lehet azt a hagyományőrzést megtenni, amit alapkövetelmény a Zsindelyes Fesztiválnál, meg azt gondolom, hogy autentikusabb is maga a helyszín, hiszen a múzeumfalu közel 10 hektárja és rengeteg műemléke közé pontosan beleélik ez a fesztivál, ugyanis a Pap Józsefnek az alapkoncepciója, hogy ennek értékmegőrzőnek és értékteremtőnek kell lennie. Ezzel a nyíregyházi fesztivál hírnévhez is hozzájárulnak. A nagy színpadon a Bürkös és a Szikesz zenekar, a Figurás táncegyüttes és természetesen az Érpataki asszonykórus is fellép, a napot pedig Edda és TNT koncert zárja. A kis színpadon pedig egyedülálló programmal készülünk, úgynevezett kocka plac elképzelés fog megvalósulni Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 21-én, ugye a Zsindelyes Összművészeti Fesztivál alkalmából, ami nem takar más, mint a leghíresebb youtuberek és gamerek fognak hozzánk elérkezni, élőben játszanak, élőben streamelnek, tehát nagyon izgalmas. Lesz minden, ami kocka, Rubik kocka, kókusz kocka és kockalada is. Fontos, hogy a hatályos jogszabályok értelmében védettségi igazolvány nélkül is látogatható a rendezvény. Parkolásnál pedig a Tölgyes utcán a Sóstói Múzeumfalu mellett ideiglenesen kialakított, mint egy 2 hektáros parkolót érdemes igénybe venni.